A Momentum újra megválasztotta Donát Annát némi szünet után pártelnökké. Kérdezem a friss pártelnök asszonyt, hogy mi a Momentum álláspontja a határon túli magyarság kapcsán, milyenek a pártközi kapcsolatok a Momentum és a határon túli magyar pártok politikusok között. Szerintem mindig is nagyon fontos volt európai pártként az európai közösségen belül élő minden magyar állampolgárnak az érdekében közösen fellépni. Mi nem kérdezünk meg semmit a múlttal kapcsolatban, hogy hogyan tekintsünk a határon túli magyarságra. Mi azt gondoljuk, hogy a közösségünknek a része egy és osztatatlan, ahogy a szabadság és az emberi méltóság is, ahogy erről beszéltem. Épp ezért mi a kezdetek óta azon dolgozunk, hogy a testvérpártjainkkal közösen a környező országokban elérjük azt, hogy képviselethez jussanak helyi magyar kisebbség tagjai. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy például a Progresszív Szlovákia testvérpártunk jelenlegi európai parlamenti listáját Oldor Lajos vezeti. Én azt gondolom, hogy a leginkább akkor lehet a magyar képviseletet biztosítani, hogyha döntéshozói fontos pozícióba kerülnek határon túli magyar származású képviselők. Az etnikai pártok jelenleg általában az 5% körül lépik át a szűk küszöböt, és emiatt a döntéshozatalban nem tudnak beleszólni. Én azt gondolom, hogy ezen a szemléleten egy kicsit túl kell lendülnünk, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a nap végén teljesen mindegy, hogy melyik országban élnek, ott ülhessenek a döntéshozói asztalnál, és ezáltal a kisebbségvédelem és a kisebbségi politikának hangsúlyt adni. Ebben minden határon túli magyar számíthat a mi támogatásunk. Milyen az együttműködése a Momentumnak a német Freie Wähler párttal, amely az AD-val közös frakciót képező európai demokratáknak a tagja, ugyanakkor a pártelnök, egyben bajor miniszterelnök helyettes retorikája sokkal inkább hajaz akár a Mi Hazánk vagy a Fidesz stílusára, ugyanakkor mégiscsak egy frakcióban ülnek a Momentummal a képviselői, ugye két képviselője van a Momentumnak és a Freie Wählernek is az Európai Parlamentben. Most csak visszaszámoltam, hogy hány képviselőjük van. A Renew Europe frakció, illetve inkább annak kezdeném, hogy ez a szép abban, hogy Európában a demokrácia működik, hogy Magyarországról néha nehéz elképzelni, hogy frakcióban ülhetnek egy közös frakcióban emberek, akik mondjuk nem értenek egymással mindenben egyet. Magyarországon megszoktuk, hogy a frakcióban általában szavazógépként, frakciófegyelemként egy irányba mennek, ez pont a Renew Europe-ra nem igaz. Rengeteg mindennel nem értünk egyet, amivel a frakciónk egyik fele, különböző régebbi típusú liberális pártok egyetértenek. Mi mindig is egy új progresszív liberális szárnynak a meghatározó részesei voltunk, meghatározó szereplői döntéshozói voltunk a Renew Europe-on belül Csekatkával. Épp így zászlónkra tűztük azt, hogy sokkal zöldebb, sokkal progresszívebb, sokkal előremutató, szociálisan érzékenyebb, kulturálisan viszont nagyon mélyen liberális vonalat képviselünk. Nagyon sokszor ellentmondva ezzel a frakció másik végén található liberális pártokkal. Én ebben nem látok semmi kivetnivalót. Felelősséget nem tudok vállalni azért, hogy ők Németországban mit tesznek, és épp így nem fogadom el tőlük, hogyha bele akarnának szólni, hogy mi hogyan politizálunk Magyarországon. Az EU és az Oroszország viszonyát, a igen terhelt jelenlegi viszonyt mennyire eszkalálhatja a svéd és a finn NATO belépés? Elvégre jó hosszú közös határuk van. Az orosz EU vegyes bizottság póttagjaként milyen rálátással rendelkezik erre a viszonylatra, és mennyire működik egyáltalán a jelenlegi körülmények között az EU és az orosz parlamenti képviselők közötti vegyes bizottság a tettre való tekintettel? Nagyon fontos, szerintem hibára hívta fel a figyelmet azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak nincsen közös külpolitikája. Ez meg is határozta azt, hogy az Európai Unió viszonya Oroszországgal szemben az egy tanácsi kérdés. Általában pont ez szokott lenni a probléma, hogy Orbán Viktor az összes külpolitikai kérdést megvétózza, és innentől kezdve nem tud közös európai kiállás lenni külpolitikai kérdésekben. Az Európai Parlamentnek ezek a országok közötti kapcsolati bizottságai, mint például ez az orosz EU, amiben én is részt vegyek, ez gyakorlatilag egy diplomáciai információ megosztós kör, semmiképpen sem egy közös külpolitikának a megalkotásában résztvevő szervezet, hiszen az Európai Uniónak nincs közös külpolitikája. Ezen változtatni kell. Egy kérdés. Mik a tervek a közeljövőre? Az idő megosztás hogy fog kinézni a budapesti pártelnöki
illetve a brüsszeli strasbourgi EP képviselői munka között, hogy néz ki a közeljövő? Én azt gondolom, hogy épp úgy, mint amikor legutolsó alkalommal a Momentum elnöke voltam, és akkor is európai parlamenti képviselőként, és akkor is egy kampány közepén, sőt most egy picit még könnyebben, hiszen április végétől parlamenti szünet van, hiszen kampányidőszak van. Innentől kezdve minden szempontból fizikailag csak is közben Magyarországon fogok lenni. Az addig elkövetkező időszakban pedig pont úgy, ahogy eddig is. Az elnök személye sok mindent meghatároz, de azért egy jól működő, demokratikus alapokon működő pártban nem az elnök fizikai jelenlétén múlik, hogy megy előre a szekér vagy sem. Ráadásul mi egy fiatal progresszív párt vagyunk, és nagyon szeretjük a hibrid, illetve online megoldásokat is. Brüsszelből és Strasbourgból is nagyon sok helyen jelen tudok lenni itthon, ahol fizikailag nem vagyok, és oda, és vice versa, itt innen is be tudok jelentkezni olyan ülésekre, amin fizikailag nem tudok mondjuk Brüsszelbe részt venni. Időmenedzsment kérdése egyáltalán nem egy politikailag megoldhatatlan feladat.